A tegnapi nap folyamán volt egy bizottsági ülésünk a képviselőirodaházban, ahol az ellenzéki képviselők gyűltek össze, sajnos, hiszen meg volt hívva Adár János is és a Fidesz-KDNP is. Azért gyűltünk össze, hogy meghallgassuk azoknak a civileknek a véleményét, illetve álláspontját, akik a klímával, illetve zöldügyekkel szoktak foglalkozni, és az az apropó, hogy az ENSZ összehívott egy klímaügyi konferenciát. Meghallgattuk természetesen az álláspontokat, elmondtuk a sajátunkat, megbeszéltük, hogy együtt fogunk dolgozni a jövőben, az ellenzéki pártok és a civilek, azért, hogy Magyarországon és a Föld nevű bolygón is lehetőségünk legyen a továbbiakban is élni. Nagyon furcsáljuk, hogy a kormánypártokat ez a téma nem érdekli, de sajnos ez van, ezzel a tudattal kell harcolnunk és dolgoznunk, de ez minket nem érdekel, hiszen minket Magyarországon élő emberek sorsa is, hát a Földön élő emberek sorsa izgat, és ezért dolgozunk. A tegnapi ellenzéki bizottsági ülésre, ami már a klímaügyekről szólt, ma egy rendkívüli parlamenti napot is tartottunk, az LMP hívta össze ezt a grénumot. A Fidesz-KDNP, a kormány és a Radár János erre az eseményre se jött el, itt is csak az ellenzék képviseltette magát, természetesen minden szervezet elmondta a hivatalos álláspontját ezzel kapcsolatban. Tényleg egészen elképesztő, hogy a magyar kormány nem foglalkozik a klímaügyel, ami hát tényleg azt gondolom, hogy olyan szinten politikán felül ügy, hiszen melegnek mindenkinek melege van, mindenki tapasztalja a saját bőrén, hogy az időjárás változik, hogy ennek mi az oka, őszintén szólva, hogy az emberi környezetszennyezés, vagy tényleg maga a bolygónk kezd el fölmelegedni az emberi tevékenység nélkül, ez gyakorlatilag teljesen mindegy, hiszen ez tény, a saját bőrünkön érezzük, és nyilván tennünk kell azért nekünk is, személyesen, átlagembereknek és a kormányoknak is azért, hogy ezen a dolgon változtassunk, hiszen jelen tudásunk szerint ez az egyetlen bolygó a világegyetemben, ahol az emberek élhetnek, és ezt meg kell őriznünk, nem csak magunknak, hanem gyermekeinknek, unokáinknak is. Valóban elképesztő az a hozzáállás, amit a Fidesz tanúsít ebben az ügyben is, hogy azt gondolja, hogy ez egy politikai ügy, nem. Ez nem politikai ügy, de politikusok tudják megoldani, hiszen változtatnunk kell egész szabályozásokon. Mi, az ellenzék, nagyon szélesen, tágon vett ellenzék nyitott erre, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy változásra bírjuk a magyar kormány álláspontját is ez ügyben. Magyarországon nem csak a bérekkel vannak óriási problémák, már hogy azok nem létével, hanem lassan az összes szabadságjogunkkal. Napról napra veszi el tőlünk a Fidesz-KDNP azokat a jogokat, amiket minket megilletnek. Szóval most már nem csak a pénzünk kell nekik, meg a munkánk, hanem a jogaink is. Ezért hívunk tüntetésre mindenkit, hogy ez ellen tiltakozzunk. Szeptember 25-én, szerdán, Budapesten, a Kétli Anna szoborhoz és Bibó István szobrához. Innen indulunk és el fogunk menni a Nádor utca 25-ben. Várunk mindenkit, gyertek, legyünk sokan, mutassuk meg, hogy fontosak nekünk a szabadságjogaink.